Köszöntöm a kedves nézőket! Ennek a Városi Televízió augusztusi második műsorát láthatják. Ma esti adásunk a szokásos műsorrendünknek megfelelően alakul. Először mesét vetítünk a gyerekeknek, ezt követi a fél órás sportösszefoglaló, majd 7:30-kor láthatják híradónkat, melyben összefoglaljuk az elmúlt hetek eseményeit. Most azonban gyerekek, tietek a képernyő, következzen az esti mese, melyben Frak, a vadászkutya, többször is Móresre tanítja a macskákat. Köszöntöm a kedves nézőket! Rövid nyári szünetet követően önök a Városi Televízió augusztusi sportműsorát láthatják. Első hírünk még a nyár elejéről való, ekkor tartották ugyanis az UEFA D-licences edzőképző tanfolyam diplomaosztóját, ahol az eseményen először Róna István megyei koordinátor és Botló Béla, a Baranya megyei labdarúgó szövetség főtitkára tartott beszédet. Nem kell bemutatni senkit, mert ugye az történt, hogy a rap pedig az, hogyha valaki emlékezett rá, ugye akkor azt mondjuk, hogy tisztelt kollégák, most hallgatók, most meg azt mondjuk, hogy kollégák, edző kollégák. Tehát gyakorlatilag megszerezték azt a bizonyítványt, amiért most ebbe az edzői társadalomba hát beléptetek. Ami nem lesz egy egyszerű dolog, rögös az út, de biztos vagyok benne, hogy sok szép emléketek lesz majd. Én nekem kell csinálni egy rövid értékelést. Most ez a rövid értékelés abból áll, hogy szakmailag kérem tisztelettel, engem az kielégített, hogy itt senkit nem zavart a labda, tehát az látszott, hogy itt mindenki futballista volt, az egy Jánosom kivételével, mert ő ugye Tolna megyében van, nem Baranya megyében nincs itt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem, hogy itt azért mindenki megfordult az öltözőbe, ismeri az öltözőnek a szagát, illatát. Tehát futballista volt, ez egy nagyon fontos dolog ebbe az UEFA edzőképzésbe. A elméleti témákkal kapcsolatban, hát ott egy kicsit elvártam volna, hogy legyetek aktívabbak, de hát általában ez így szokott lenni, hogy az 50 órában azért nem annyira bátorak a kollégák. De végül is itt a tanúsítvány bizonyítja azt, hogy mindenki megfelel, amit az elméleti vonalon tudni kellett. És én ettől még ugye fontosabbnak tartom. Hát az edzéssel kapcsolatos, az edzés vezetések. Kérem, ezt pedig a gyakorlat fogja majd eldönteni. Ebben az 50 órában és ebből a gyakorlat ugye 25 óra nem lehet megtanítani senkit edzést vezetni. Ez világos dolog, de azt nagyon remélem, hogy odáig azért eljutottuk, hogy egy edzést mindenki fel tud építeni, és nem keveri össze, hanem az edzés elméletnek megfelelően meg tudja csinálni. Tudja azt, hogy van egy bemelegítés, tudja azt, hogy van egy célkitűzés 1, hogy ott alapjátékformákat kell csinálni, tudja azt, hogy van egy célkitűzés 2, hogy mérkőzésformákat, és ugye van egy levezetés. Tehát ha valaki ezt idáig azért eljutott, ezt be tudja helyettesíteni, ahogyan az edzés eszközöket a célkitűzésekbe, akkor azért ő már valamit elsajátított ebbe a szakmába. Akkor sok sikert kívántam a tanulásokhoz. Most ez a pillanat eljött, amikor ez bekövetkezett, végeztetek, mindjárt megszereztétek a edzői minősítést. Én azt szeretném
hogyha itt nem állnátok meg, tovább folytatnátok, viszont a következő a B-tanfolyam. Szeretném, hogyha a megyében minél több képzett edző lenne, csapatot tudnának válogatni, és ti is tudnátok válogatni. Egy kicsit szkeptikus vagyok Rónai Pistával, egyik nap beszéltünk róla. Akkor, amikor mi évek óta azt akarjuk a megyében szabály szerint, előírás szerint megteremteni, nem kis áldozatokkal, hogy az előírásoknak megfelelően alkalmazzuk az edző kollégákat, akkor van egy, nem kritizálni szeretném én az MLS-t, meg az MLS elnökségét, ez pont a mi megyei elnökünk és MLS elnökségi tag, de igen furcsálom azt, hogy amikor mi annyit dolgozunk és annyit szenvedünk és vesződünk azért, hogy a szabályokat be tudjuk tartatni, akkor az MLS elnöksége hoz egy olyan döntést, hogy az NB1-be a Pro License helyett most az A License is jó két évig. Akkor én most milyen elkölcsi alapon mondom egy kis falusi csapatnak, akinek alig tudja összeszedni azt a kis eklázsét, hogy tudjon alkalmazni egy képzett edzőt. Ő oda tud elém állni és azt tudja mondani, hogy én miért csinálom ezt, amikor ő nap mint nap ezt látja, hogy ezt látta tennap a tévéhíradóban. Tehát ez most csak ez a kicsit a személyes véleményem volt, nem igazán annak a folyamatnak a dicsősége, amiben mi itt évek óta benne vagyunk, ez valamilyen úton módon talán ezt az egész rendszert is minősíti. Én szeretném, hogyha azért ebben nem foglalkoznátok, és a fejlődés útján tovább haladva még nagyobb, még komolyabb oktatásba vennétek részt, és tudnátok elhelyezkedni úgy, ahogy a mester mondta. A vendégeket a helyi vezetők közül Zsáli János polgármester és Mártusz Antal a sportkör elnöke köszöntötte. Köszönöm testület nevében is nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, és bocsássatok meg ez a tegeződésért, azért én, aki egyenesen nem tudok a labdába rúgni, én is voltam pécsváltó sportkör elnök, még abban az időben jutott a csapat a megye első osztályba, annyi közöm volt hozzá mindezeknek a világító testeknek. Kell egy jó edzőt találni, és ehhez kell anyagiakat biztosítani, mert enélkül nem megy. Na most jó edzők lesztek, vagytok, ezt én hiszem. Legyen olyan szerencsétek, hogy legyen olyan városvezető, településvezető, amelyik támogatja azon a helyen a sportot, és nem baj, ha még szponzorok is vannak hozzá, mert akkor talán könnyebben megy. Egyszer talán Rónai Pista mondta azt, hogy csak pénz kérdése az, hogy Magyarországon a megye 3-ba futballozik-e valaki, valamelyik csapat, vagy a megye, vagy az NB2-be, vagy nehogy Isten az NB1-be. Persze azért ez nem teljesen így van, de azért van benne valami, kell egy jó szakember, és ha annak megvannak a feltételei, akkor meg is tudja csinálni a jó csapatot. A tisztelettel köszönöm benneteket a sportkör vezetése nevében, hát mindenkinek szeretnék gratulálni a sikeres vizsgához. Bízom benne, hogy valami szinten a sportkör hozzájárult mind a gyakorlati, mind az elméleti képzés folytán a megfelelő körülményeket meg tudtuk teremteni, és ezért biztos vagyok benne, hogy valami szinten azért megmutatkozott a hozzáállásunkba, hogy ti eredményesen le tudtatok itt vizsgázni. Persze ez rajtatok múlott az egész, hogy milyen szinten. Én biztos vagyok benne, hogy egy páratokkal fogunk majd találkozni, legalábbis úgy sportvezető fogok, lehet, hogy majd egyszer úgy alakul a dolog, hogy valamelyiketek még Pécsváron is fog tevékenykedni. Én ehhez kívánok nektek sok kitartást, jó egészséget, és a sikeres diplomát majd átvétele után egy eredményes edzői munkát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Fritz Péter! Hadfi Béla! Kácsor Zsolt! Szigeti Endre! Varga Zoltán! Szent István Kupa néven IASZ versenyt rendeztek a Miszkemence Vadászháznál. Az eseményen mi is kinyártunk kameránkkal,
és a verseny egyik szervezőjét, Hauk Nándort meg is szólítottuk. Bent István Kupa IS versenyen vagyunk itt a Mészkemencei Vadászháznál, és Hauk Nándort, az egyik szervezőt kérem arra, hogy beszél, hogy mondott a versenyre. Igazából második alkalommal rendeztük meg ezt az úgynevezett Szent István Kupát. Igazából a névvel vacilláltunk egy darabig, milyen név legyen, de mivel Pécsfaradhoz kapcsolódó, ezért Szent István Kupa, illetve azt a kupa lehetett volna, hogy mi is Szent István Kupa az mellett döntöttünk. Miben áll ez a verseny? Mi ennek a különlegessége? Igazából ez egy 3D-s vadászias verseny. Háromdimenziós állatok vannak elhelyezve célként, és erre kell leadni a megadott számú lövést. Hány résztvevője van? Hál' Istennek egyre népszerűbb a verseny, egyre többen jönnek. Az utolsó számítások szerint 100 fő fölött vagyunk most is. Úgy látom, itt többen összeállva, ha szabad azt mondom, a csapatokba verődve járjátok az erdőt és vadásztok. Ezek a csapatok hogy alakulnak ki? Igazából nevezés, előnevezés van, utána vannak csapatbeosztások. Igazából kategóriánként próbáljuk úgy összeválogatni az embereket, hogy tradicionális íjjal lövők, reflex íjjal lövők és csigás íjjal, vagy esetleg csigás íjjal irányzék nélkül lövők. Lehetőleg egy kategóriába próbáljuk ezeket úgy sorolni, hogy koncentrikusan menjenek a körök, tehát egymás után ne tartsuk fel egymást a céloknál lehetőleg. Tehát ezek szerint ezek a csapatok itt alakulnak? Igen. Lehetőleg családokat megpróbálunk egybe tartani, mert mégis ne szorodjanak szét, meg kisebb baráti csoportok együtt szoktak maradni, de igen, így döntjük el nagyjából, hogy legyen a csapatbeosztás. Látom, hogy különböző állatfigurákkal jöttök. Ez mennyire tűnik valóságosnak, mondjuk az íj mögül, mikor meglátsz egy ilyen őzet, nyulat, medvét, különböző figurát? Hát az én megítélésem szerint a vaddisznó a legideálisabb, ami nagyon-nagyon el van találva. Igazából be lehetne csapni az embereket, félhomályba be lehetne csapni, a vadászembert is be lehetne csapni, akik innen megy a szóval. Ti mennyire tudjátok magatokat ebbe beleélni, hogy most ez tényleg egy igazi vadászat? Hát én úgy tudom magamat beleélni igazából, hogy itt vannak találati felületek ezen az állaton, nem mindegyiken oldalhelyes. Tehát mondjuk van olyan, ami tüdőlövésnek még elmegy, de én csak egy ötös lövök, ami ötösnek számít, de az vadászadó viszont egy nagyon tökéletes szívlövés lenne. Tehát én így élem bele magam. Hány pécsváradi van itt? Láttam több ismerős arcot is. Pécsváradi? Egy 20 fő biztos, hogy van. Hogy áll most a verseny, hiszen 10 órakor kezdtek, most körülbelül dél van. Milyen eredmények születtek eddig? Szóval lehet-e már eredményekről beszélni? Eredményekről csak akkor lehet beszélni, hogyha mindenki beért, össze lett adva az összesítés, csak utána lehet. Egyáltalán hogyan értékeltek? Mert hiszen itt különböző állomásokat láttok, az egész kvázi olyan, mint egy akadályverseny, viszont az állomásokon nincs kint senki. Hogy rögzítitek a találatokat? Igazából az állatokon megvan, hogy van 10-es, 8-as és 5-ös találat. Különböző színű karok jelölik azt, hogy melyik kategória, melyik karokon lő. És akkor ezeket az eredményeket hogy adminisztráljátok? Van egy úgynevezett beírólap, ezen föl van tüntetve mindegyik találat, oda be kell x-elni, a végén összesíteni, és ez alapján lesz. Tehát ezek szerint minden csapat saját maga regisztrálja saját találatait. Igen, hát becsületre van bízva. Milyen díjazás lesz? Hát kupa és érem. Van egy egyedi kupa, amit most csináltattunk, érem és oklevél. Te mire számítasz? Én még a munkára a végén, hogy behordjam az állatokat. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok, és jó vadászatot itt az erdőben. Köszönjük szépen. Hasba. Másik lehet. A
fekve Megkezdődött a megyei egyes labdarúgó bajnokság. Az első fordulóban az ellenfél a tavalyi sereghajtó Láncsok volt. A következő hosszabb összefoglalóból megtudhatják, hogy hogyan boldogult a papíron gyengébb ellenféllel a Pécsvárad. Köszöntöm a kedves nézőket, itt a Pécsvárad végezhetett szögletet rögtön. Még be sem mutattam a csapatokat, de már egy helyzettel kezdjük az összefoglalónkat. A szokásos szürke-piros mezben a Pécsvárad, és a kék-fekete mezben pedig a vendég Láncsokiak láthatóak. Most már évek óta megszokott dolog szinte, hogy mindig a Láncsókkal kezdjük a Megye 1-es bajnokságot, az őszi szezont. Tavaly idegenben, most idén otthon játszunk az első fordulókban a Láncsókkal, tehát tavaly az őszi szezont azt Láncsókon játszottuk. Új szezon, új célkitűzés a csapat előtt. Tervünkben van, hogy majd a vezetőkkel készítünk egy interjút, melyben ők is elmondják a célkitűzéseket, de azért a nyári igazolásokból kitűnik, hogy a tavalyi harmadik helyhez képest nem változott a célkitűzés, én úgy gondolom, hiszen a csapat egybe maradt, kulcsjátékos, meghatározó játékos nem távozott, nem is tudok róla, hogy valaki elhagyta az együttest, a egyedül Bódis Norbert ment el Himesházára, és érkeztek új játékosok, Dénes Sándor Himesházáról, hát ő sokak számára már ismert, hiszen játszott Pécsváron egy szezont, most viszont Himesházán húzott le, ahol házi gólkirály volt, és nagyon jó ment neki a játék, ezért a vezetők visszahívták Pécsváradra, ő pedig igent mondott, és a másik új érkező még Himesházáról Mut Robi, aki szintén itt játszott Pécsváradon, ő már két szezont húzott le Himesházán. Mind a ketten nagyon fiatalok még, tehát még nagy jövő áll előttük, és tehetséges játékosok. A harmadik új igazolás az Miklós Csaba, aki járatos a megye-1-es labdarúgó bajnokságban, azt tudja, hogy a nagy hidasi bajnokcsapatban is játszott, majd Szászváron is rúgta a lasztit, és most ide igazolt, ő komoly erősítésnek számít. Számunkra, hát a vezetők azt mondták, hogy mindenképpen jó játékot várnak az új igazolásunktól. Az ellenfél Láncsok pedig hát nem igazán teljesített jól az előző szezonban, hiszen az előző szezonban 15 fordulót követően még 0 ponttal állt, hát ősszel azért egy kicsit megerősödtek, és most is azért jobb eredményt várnak el maguktól. És azért erősebb a keret, tehát nem egy sétagalop lesz ez a találkozó, így Dénes Sándort rúgják föl. Most pedig csatlakozzunk egy kicsit a találkozóba, hát lépjünk be a találkozóba. A második félidőben járunk, körülbelül 10 perc telt el a második félidőből, és a pécsváradi szabadrúgást én úgy gondolom, hogy várjuk meg, Somodi Péter készülődik, és annak bizony jó előjele van mindig, amikor Somodi áll a labda mögé, és ilyen közel a kapuhoz, nagyon jó a rugó technikája. Utána elmondom az első félidő eseményeit röviden. Mint lehet látni, nincs messze a kapu, nincs messze, be lehet ezt lőni. De nem Somodi lővi, hanem Miklós Csaba, és fölé megy a labda. Tehát a mérkőzés állása 1-1 ebben a pillanatban. Az első félidőben Sándor László szerzett vezetést a pécsváradiaknak. Nagyon erőszakosan vált le a védőjéről, és ügyesen gurított a kapus mellett a hálóba, ezzel vezetnénk 1-0-ra, és rengeteg helyzetünk is volt. És én megmondom őszintén, a mérkőzés félidejében beszéltem még a bírókkal is, és ők azt mondták, hogy hát gólokkal kéne vezetni a Pécsváradnak. Ők is úgy látják, de a közönség is úgy gondolja, hogy irreális ez az eredmény. Itt pedig egy helyzet, mellé ment a labda, tehát pécsváradi vezetésnek kéne lenni, a Rigl Attila fejelt mellé, és hát gólokkal kéne vezetni, ehelyett egy, én úgy gondolom, egy bírói tévedés miatt kifelé kellett volna a szabadrugást ítélni, ehelyett a Láncsok kapott szabadrugást, és a szabadrugásból Lehota egyenlített, így 1-1 az állás jelen pillanatban. Elmondanám a kezdő összeállítást és a Pécsváradnak. Tamás Péter van a kapuban, a védelemben Rigl Attila, Bánfai, Adorján, Székely, utána Dénes, Svejcer,
Miklós és Koch, elől pedig Somodi és Sándor László, aki a gólt szerezte. A mérkőzés során beállt még Imhof, Imrő és Tóth is a pályára. Nagyon jó lenne ez a kezdés. Hát elmondom közben, hogy amíg önök ezt nézik, ezt a találkozót, addig már véget ért az első forduló. A Szigetvár 6-1 arányban lelépte a Pellérdet, és ugyanígy a Villány a tavaly még jól szereplő Szászvárt, ahol ismét szétszélett a csapat. És a Szederkény is 3-0 arányban tudott győzni Vasason, úgyhogy nagy lehetőség. Na itt egy lehetőség Koch Emil részéről, de Emil fölé lövi. Tehát 3-0 arányban nyert a Szederkény, tehát sokan vettek jó rajtot, és a Selje pedig 4-0 arányban nyert az ellen, a Harkány ellen, amelyen a következő következő héten a Pécsvárad otthon fog ismét játszani. Kicsit átrendeződött az erőviszony. Úgy gondolom, hogy a Nagy Árpád, amelyik tavaly fejfej melletti harcot futott a Bogáddal, most nem fog annyira kiemelkedni a mezőnyből. Ott is szétszélettek a játékosok, nagy részük. A Pogány is egy kicsit megerősödött. És hát nagyon jó kezdett, mondom, a Szigetvár és a Villány, tehát rájuk nagyon figyelni kell, de a Szederkényt sem szabad lebecsülni. A Vasas is több játékost elhozott Szászvárról. És természetesen, hát én úgy gondolom, a Pécsváraddal mindenképpen számolni kell. Most egy újabb Somodi Péter által elvégzett szabadrugást figyelhetünk meg. Somodi legurítja, ügyes, nagyon ügyes. Nagyon ügyes volt az elgondolás. Legurította, nem lőtte rá, és ha jól látom, akkor Dénes Sándor lett volna az, aki becsúszik, és lőhette volna kapura egy kicsit, azonban hosszú volt neki a labda. Pécsváradi bedobást láthatunk, átívelik a... Mármint át akarták volna ívelni, nem inkább egy magas labda volt, Schweizer Norbert teszi Adorjánnak, Adorjántól Kochhoz került a labda, és még mindig nálunk a labda, Koch teszi be ismét a labdát, és nem sikerül. Az időközben csereként beállt Tóth Adriánnak kapu felé fordulnia, és hozhatja a Láncsok a labdát. A következő fordulóban a Láncsok ismét idegenbe látogat, ő Szederkénybe megy, a Pécsvárad, mint említettem, a Harkányt fogadja, úgyhogy ott is ott be kéne gyűjteni a három pontot. Hát nem akarom elkiabálni, de hát itt még nincs meg a három pont, és ezért kell küzdeni most a fiúknak. Láncsoki támadást láthatunk. A Láncsoknak bizony az első félidőben nem sok hozzászólása volt a játékhoz, mégis felbátorodtak a gól után. Na itt egy lehetőség Somodi Péter, de nem éri el, és Mícs, a Láncsoki a kapusa, kirúgja a labdát. Tehát felbátorodtak a gól után, és most a második félidőben már a Pécsvárad is inkább óvatosabban támad ki, nehogy egy kontrából gólt kapjunk. Hát itt egy nagy vita kerekedik most. Sokan szitták a mérkőzésen a bírót, elsősorban a Láncsókiak, és Láncsókiak közül is Ratting József az edző, ugyanis most is szabadrúgást ítélt, tehát valami hasonló helyzet volt az első gól során is, amikor is hát a pécsváradiaknak kellett volna szabadrúgást ítélni, ehelyett a Láncsók kapta, és Lehota hát védhetetlenül csavarta a kapunak a jobb felső sarkába a labdát. Nem lehet ezért hibáztatni Tamás Péter kapust. Nekünk is kéne már egy ilyen védhetetlen szabadrugást, gólt szereznünk, amelyet Somodi Péter az előző szezonban oly gyakran megtett itt a hazai közönség előtt. Gyerünk Péter! Rajtad a pécsváradiak szeme, na most ő fölé ment. Nem nagyon mennek most ezek a szabadrugások, pedig Miklós Csabának is nagyon jó rugó technikája, de ő se tud most gólveszélyt teremteni ebből a szabadrugásból sem. Ha Miklós Csaba játékát azt már szóba hoztam, akkor ezen a mérkőzésen meg kell dicsérni. Jó igazolásnak bizonyult a most látható szögletet elvégző játékos, hiszen rengeteget futott, bátran próbálkozott, és jó benyomást keltett, úgy gondolom, hogy a pécsváradi szurkolókra. Tényleg egy jó erősítésnek, jó erősítés lehet belőle. Itt a 12-es számmal látható Miklós Csaba, akit a nyáron igazoltunk.
nagyon sokáig a második félidőben nyomott a Pécsvárad, és nem sikerült gólt elérni. Még továbbra is 1-1 az állás, most már a második félidő derekán járunk, és a Láncsókiaknak is volt lehetőség, és most is láthatjuk, hogy kilépett a Láncsóki játékos, és könnyen gólveszély lehetett volna, mert ahogy haladt előre az idő, a Pécsvárad egyre inkább kitámadott, és a Láncsókiak előtt is lehetőségek adottak. Volt egy olyan helyzet, amikor ajtó-ablak helyzetben puskáztak el. Tamás Péter is mindegy alapon vetődött bele a labdába. Hála Istennek nem rúgta a gólt. Itt pedig egy újabb lehetőség a pécsváradiak részéről. És egy úgy látom, hogy egy komolyabb sérülés történt itt. Dragan Mić, a Láncsókiak kapusa került a földre, miután ütközött Tóth Adriánnal. Ratning József, az edző, nem is a pécsváradi játékost támadta, hanem a védőket, hogy miért nem akadályozták meg a gólszerzési lehetőséget. Itt a pálya szélén kiabált be. És itt egy újabb kép már. A kedves nézők nem látták az előbbi jelenetet, hiszen mi is úgy gondoltuk, hogy a kapus egy kis fekvés után talán jobban lesz, és föl kell. Föl is kelt, majd hirtelen, hát hanyat dobta magát. Sokan színészkedésre gondoltak. Mić nem egy fiatal játékos már, valószínűleg megszédülhetett, és abban a pillanatban, hogy fölkelt, le is huppant a földre, de most már úgy néz ki, hogy egy kis víznek a segítségével jobban van már, és tudja folytatni a találkozót. Csak nem egy időhúzási próbálkozás, tették fel sokan a kérdést, hát reméljük azért ennyire nem halattomos a Láncsóki a kapusa, minden esetre sokan ezt feltételezték. Összefoglalunk lassan véget ér, úgyhogy elmondom kedves nézőink a találkozóban a hátralévő eseményeket, amelyet nem sikerült rögzíteni a kamerának. A Pécsvárad egy támadást követően 11-est kapott, és a 11-est Somodi Péter, csapatunk tavalyi házi gólkirálya értékesítette, és erre a Láncsók már nem tudott válaszolni úgy, ahogy az első fél időben azt tette. Így a Pécsvárad a találkozót 2-1 arányban megnyerte, és így győzelemmel rajtolt a 2006-2007 évi megye 1-es labdarúgóbajnokságban. Folytatás egy hét múlva idehaza a Harkány ellen. Kedves nézőink, ennyi fért mai sportösszefoglalónkba. Sporttal legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Az est hátralévő részére jó szórakozást kívánok, a viszontlátásra! Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Városi Televízió augusztusi második híradó műsorát láthatják. Legutóbbi adásunkban már tudósítottunk önöknek a Szent István napok addig lezajlott eseményeiről, most itt a folytatás. Ma esti híradónkat szinte teljes egészében az elmúlt két hét Szent István napi eseményeinek szenteljük. Előbb azonban következzen egy riport Benkő Lászlóval, akivel egy a közelmúltban elindított jótékonysági felhívásról beszélgettünk. Benkő Lászlóval, mint egy két hónappal ezelőtt ültünk itt ugyanezekben a székekben, ebben a stúdióban, és egy felhívás hangzott el Pécsvárad lakosságához. Nevezetesen pénzt kértünk, a adakozást Straub Péter 19 éves pécsváradi fiatalember gyógykezelésére. Mielőtt az adakozásról beszélnénk, Laci, az első és talán a legfontosabb kérdés, mi van most Péterrel, hogy van? Hát gyakorlatilag a Péter túl van a kezelésen. A múlt héten történt meg Kijevben ez az őssejtbeültetés. Itthon van, szigorú diétán van, megfelelő előírások betartásával kell neki most élni egy darabig, és hát folyamatos kontroll alatt tartják. Van egy magyarországi összekötő orvos, aki a rendszeres vérmintákat vesz, és a vérképről küldi az eredményeket Kijevbe, és ennek megfelelően tudják kontrollálni a javulást.
Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, hiszen nyilván az orvostudományhoz nem értünk, ez a gyógykezelés úgy nagyjából miből állt egyáltalán, mit jelentett ez? Hát ez egy több lépcsős vérvételből állt, és a Péternek a vérébe ültették be az ősejteket, és ezt infúzió formájába kapta ő vissza, a megfelelő helyekre koncentrálva, és gyakorlatilag ennyi a kezelés. Mikor várhatunk valamilyen kézzelfogható eredményt? Elvileg 3 hónap múlva. Az első pozitív eredmények a vérképből már 1 hónap múlva leszűrhetőek, de hát 3 hónap múlva derül ki igazán, hogy mennyire volt sikeres ez a beültetés. Hát reméljük, hogy sikeres volt, és majd erről is be tudunk számolni a kedves nézőknek. Most azonban egy kicsit beszéljünk az adakozásról, hiszen azt hiszem, hogy 2 hónappal ezelőtt egyikünk sem gondolta volna, hogy ilyen nagyságrendben megmozdul a város, és ennyi pénzt össze lehet úgymond kalapozni. Mennyi pénz jött össze, lehet-e tudni? Igen, lehet tudni, közel 3 millió forint jött össze adakozásból, és ez azt hiszem, hogy a világon mindenütt példaértékű lehet, tehát büszkék lehetünk pécsváradiak arra, hogy ez sikerült véghez vinni. Gyakorlatilag elég volt a pénz a műtétre, azzal az összeggel együtt, amit a család, tehát hitelből és a saját erőből tett még hozzá. Kik voltak az adakozók, annélkül, hogy neveket mondanánk, vagy megneveznénk őket egyáltalán, kik, milyen körből kerültek ki azok, akik pénzt adtak? Tehát a legváltozatosabb körből voltak adakozások, cégektől kezdve magánszemélyig utcán megállították a misit, és tessék, itt van 3000 forint, neki csak annyi a lehetősége, jótékonysági koncert volt, annak a bevételét erre a célra fordították, Mecseknádas lovászhetényből, tehát a környező társtelepülésekről is, ahol a misit ismerik, vagy a Pétert ismerik, ahol a családot ismerik, onnan jöttek adakozások is. Rengeteg névtelen befizető volt a bankszámlára is. Ez a pénz most a gyógykezelésre elegendő volt, de hát hiszen beszéltünk az édesapjával a fiúnak, és tudjuk azt, hogy további kezelésekre van szükség, illetve hát az imént említetted a nagyon szigorú diétát, és hát egyfajta utókezelésre is szükség van. Ennek van-e forrása? Hát ennek még egyelőre nem nagyon van meg a forrása. A havonta körülbelül 80.000 forint körüli gyógyszer és hát megfelelő diétás csomagoknak az összeállítása, ez egy havi 80.000 forintos tételt tesz ki, és 3 év múlva lesz egy kontroll, ami körülbelül egy 8.000 eurós tétel lesz, tehát az még visszavon, az egy nagy érvágás. Tehát akkor biztathatjuk továbbra is a kedves nézőket, a pécsváradiakat, hogy hát ha tehetik, akkor a bankszámla még nyitott, továbbra is várjuk a felajánlásokat. Természetesen a bankszámla nyitva van, mindenkinek a további felajánlásait várjuk, ezzel is megkönnyíthetjük a családnak a hitel visszafizetésének a lehetőségeit. Laci, köszönöm szépen, és hát remélem, hogy néhány hét, egy-két hónap múlva újból itt tudunk ülni ezekbe a székekbe, és kedvező változásról tudunk beszámolni. Reméljük, hogy 1-2 hónap múlva a Péterrel együtt találkozhatunk itt a kamera előtt, és itt hadd ragadja meg az alkalmat, hogy a Péter és a család nevében nagyon-nagyon hálás köszönetet mondjunk minden adakozónak. Most pedig, ahogy azt már híradónk elején megígértem, következzenek a Szent István napok eseményei. Augusztus 7-én egy igazi popzenei csemegét láthattak az érdeklődők a sportcsarnokban, ahol a legendás Neoton Família adott fergeteges koncertet. I am so.
A következő program is egy zenei esemény volt. Augusztus 9-én a Baden-Württemberg tartomány ifjúsági harmonika zenekarának koncertjére ezúttal a Várudvarán került sor. Másnap a művelődési központban került sör a Fa 5 szobrász alkotótábor résztvevőinek munkájából készült bemutatkozó kiállítás megnyitójára. Beszédet mondott dr. Sári Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár. Amely önmagában egy nagyvárosnyi kultúrával sikeresen védekezik a globális világ kultúrájának. Számára. Az Eisenberg menedékén, a Zengyőhegy derekán 5 éve augusztusban nyílik egy virág, a Pécsváros
Augusztus 12-én ismét a zenéi volt a főszerep. A művelődési ház nagy termében láthatták az érdeklődők a magyarországi német ifjúsági válogatott fúvózenekarának záró koncertjét. A vasárnap délelőtti programnak ugyancsak ez a zenekar volt az egyik főszereplője, hisz a délelőtti német nyelvű katolikus misén is közreműködtek, ezt követően pedig a templom előtt adtak térzenét.
Bazilikán a szentírási részletek, illetve hívek könyörgését fogjuk magyarul is olvasni, és a szent beszéd is magyarul lesz. A többi német vendégeink kedvéért németül imádkozzuk, kapcsolódjunk el a német imádságokba. Szent misénket ma Szűz Mária Róza misztika a titokzatos szép rózsa tiszteletére ajánlunk fel. Rüdörös Veszter, Lámit Vildi Heiligenger, Heiligenszer, Rektor Weise, Heyer Körnen, Hollen Wirbekennen, Das Wirke Sündigt Haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und an der Liebe der Geschwister, dass ich gut es nicht verlasse, und Jesus für deine Arme. Ich habe es in mir, in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die Seele und Frau Maria, alle Engel und Heiligen, und alle Brüder und Schwestern, für mich zu beten, mein Gott, unser Herr. Amen.
Délután a gyermekeké volt, hiszen a várkertben igazi csemege várta őket. A kassai Varga törzs lovasíjász bemutatója mellett volt itt játszóház, sportversenyek, légvár, íjászat, lovaglási lehetőség. Hey! 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 H
Vasárnapi program zárásaként délután a református templomban Művészek a templomokért programsorozat keretében Dinnyi és József daltulajdonos jótékonysági koncertjére került sor a református templom orgonájáért. Én igazságomnak Istenem, hallgass meg én kiáltásom, szállj meg és tekints ínségemre, te vigy engem egy tágas helyre, midőn itt szorongattatom. Ti nagy urak, míg lengyaláztok engem egy tisztességemben, ez így hívságban míg maradtok, hazudozásra mit vágyottok, míg gyönyörködtök ezekben. De vegyétek jól eszetekbe, hogy az Úristen engelmet lévőd kedvébe, kegyelmébe, ő adta király tisztelmet, és meghallgatja kérésemet. Rettegjétek hát, és lássátok, hogy ellene ne védsetek, magatokat meggondoljátok, az ágyas házban alusztok, hogy lehessen csendességtek. Igazságnak áldozatjával áldozzatok az Istennek, jó élettel és igazsággal, és az Istenben bátorsággal, bízzatok és örvendjetek. De sokan azt mondják, azt nékünk, ki vezél minket a jóra, azért téged, Úristen, kérünk, mutasd kegyes orcádat nékünk, jöjjön el az áldott óra. Melyel inkább
vigasztalsz engem, és örvendezted szívemben, hogy nem kiknek sok mustyok terem, búzájokkal rakva sok verem, mikkel élnek bőségesen. Azért élek jó békességben, fekszem s aluszom kedvemre, uralkod vállakon földemben, bátorságos örvendezésben, mert az Úr vigyáz éltemre. Tapsoljuk meg Dávid szavait! Kedvük Kodály Zoltán nyelvén énekelem el, ő katolikus volt, ő csúfolódott mindig, hogy megy a fasori templom előtt, és hallja, hogy elkezdenek énekelni a reformátusok egy zsoltárt, kimegy a ligetbe, sétál, jön visszafelé, már a második szakasznál tartanak. De hát most azért énekelem Kodály Zoltán nyelvén, hogy most már ő is fönt van, valamelyik bárányfelhő csücskén figyel bennünket, hadd nyugodjon vele, hogy azért mi tudunk már énekelni. Do-do-do-do-ti-do-ti-la. Do-do-do-do-ti-do-ti-la. Lala-sumi, lala-sumi. Do-do-do-do-ti-do-ti-la. Hát ez a dal. Most jön a szöveggel együtt megmutatom, milyen. Aranyágon ül a sárnyán, kicsi dalt fúj fuvoláján. Arany égen ül a bárány, belezendít citeráján. Na citerás, itt van ez. Piros alma szívem ágán, ez a másik szakasz. Kivirító koronáján, aki kéri neki szánnám, akinek től sose bánnám. Ez az egész dal. Most lalalázom meg. Landa-landa-landa-landa-landa. Még egyszer. Landa-landa-landa-landa-landa. A fönti rész, hogy landa-landa-landa-landa-landa. Vissza az első. Landa-landa-landa-landa-landa. És ez a legkönnyebb rész. Aranyágon ül a sárvány. Aranyágon ül a sárvány. Kicsi dalt fűj fuvalája. Kicsi dalt fűj fuvalája. Arany égen ül a bárány. Mindenki, piros alma szívem áll, kivirító koronája, kivirító koronája. Aki kéri neki szánnám, aki kéri neki szánnám, akinek ő sose bánnám, akinek ő sose bánnám. Bololázva bátra, la-la-la-la-la-la-la. A Úr szereti a dal, la-la-la-la-la-la-la. A bátrabban, la-la-la-la-la-la-la-la. Jó van, la-la-la-la-la-la-la. A 5-én ismét egy jótékonysági koncertre került sor, ezúttal a pécsváradi katolikus templomért az alapfokú művészeti iskola növendékeinek és tanárainak közreműködésével, majd ezt követte a Nagy Boldogasszony napi szentmise. 19 órától a pécsváradi ifjúsági fúvózenekar és a városi fúvózenekar adott térzenét.
Augusztus 16-án a Művelődési Központ előtti téren az Unicum Lauda ének együttes koncertezett, gyertyafényes szabadtéri teaházzal egybekötve. Station Monte Carlo to four. Read a magazine and then you read Baltimore. Dinner in the parlor, Bartley could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you need a whiskey blow, you need to the bar. Then you know the Tennessee is not very far. Show it all the glory, you got to keep it rolling. Chattanooga, and there you are. Másnap a Szentháromság téren került sor a hagyományos német nemzetiségi estre, helyi és környékbeli fellépők közreműködésével, jellegzetes sváb ételek bemutatójával és kóstolójával egybekötve. Köszöntőt mondott Bauman Mihály, a német kisebbségi önkormányzat elnöke. Liebe Gäste, kedves vendégeink! Im Namen der Deutschklub, im Namen der Deutsche Minderheitenverbandung, möchte ich ganz herzlich alle Sie grüßen. A Német Klub és a Német Kisebbség Önkormányzat nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. Ich möchte ganz herzlich unser Bürgermeister und Gattin begrüßen, die Stadträtin. Wir haben Gäste, mehrere Gäste aus Deutschland. Herzlich willkommen auf unser Programm. Aus der Nachbardörfer sind auch mehrere Gäste angekommen. Besonders möchte ich Ofolo erwähnen, wovon ein Kleinbus gekommen ist. Herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend euch. Und natürlich alle, die hier erschienen sind, möchte ich ein schönes, lustiges Abend heute wünschen. Szeretettel köszöntöm polgármester urunkat, feleségével együtt, a megjelent városi képviselőket. Német vendégeink is vannak Németországból, őket is külön köszöntöm. Ófalóra egy kis busszal jöttek vendégeink, és hát természetesen mindenki más, aki itt megjelent, nagy-nagy szeretettel köszöntök, és egy nagyon szép estét kívánok mindenkinek.
Thank you.
köszönöm a Hímesházaiak színes programját. Pécsváradváros kúvos zenekara fog következni. Apa Celler József karmestert kérném meg arra, hogy mutassa be a zenekart. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. A zenekar elég régóta jegyzik Pécsváradon, hiszen 1936-ban alakult, majd később Szabados Antal szervezte újjá, az együttes Tűzoltó zenekar néven működött nagyon sokáig. Én 79-től vagyok a karnagya ennek az együttesnek, szintén Tűzoltó zenekar néven futott a zenekar, hogy így mondjam. És az elmúlt években kitaláltuk azt, hogy hát a tűzoltóság tulajdonképpen mint egyesület megszűnt és nem működött, és ezért városi zenekarra kereszteltük az együttest. Nagyon sok fellépésünk volt eddig, de felvállaltuk a magyarországi németek zenéjét, húgós zenéjét, és minden olyan rendezvényen, ahol ezt a zenét játsszák, szeretik, mi részt veszünk. Országos versenyeken, országos rendezvényeken, legutóbb Mázán voltunk, ahol arany minősítést kapott az együttes, és hát nagyon bízom benne, hogy a műsorunk, amelyet ma játszani fogunk, mindenkinek elnyeri a tetszését. Jó szórakozást kívánok Önöknek! Első műsorszámunk Hornung István egy szerzeménye lesz, egy indulója. Augusztus 19-én a vár dísztermében ünnepi önkormányzati ülés keretében adták át a város kitüntetéseit. Az eseményen közreműködött a Pécsváradi Női Kamarakórus.
2006. augusztus 19-én nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszöntöm képviselőtestületünk tagjait, testület tagjai nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a kitüntetendő személyeket, kedves családtagjaikat, vendégeinket, mindenki, aki eljött a mai ünnepségre. Szeretném megköszönni, ha már az ajtó becsukódik, a kórusnak ezt a gyönyörű bemutatkozását, a sokadik mutatványát, amit itt augusztus 19-én produkált. Én 8 éve vagyok részese ennek úgy, hogy itt ezen a székben polgármesterként hallgatom, azelőtt is hallgatok nagy-nagy szeretettel, de talán ez volt a legmeghatóbb, a legideál helyre való, és én azt nagyon szépen szeretném megköszönni nekik. Pécsvárad város önkormányzata Pécsváradért díjat adományoz Bencsik István professzor emeritus Kossuth Díjas szobrász művésznek. Pécsváradon született és elhelyezett alkotásaiért. A látásfiúk a népszerűségességét. Köszönöm szépen!
vagomlással hazából több mint 3 évtizedes pedagógus munkája elismeréseként. Thank you.
nemzetiségi óvodában, mint német nemzetiségi óvoda pedagógus. A munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy szorgalommal látja el. Rendelkezik azokkal az empátiás készségekkel, amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be az óvoda pedagógus munkásban. Kreatív, agilis, törekvő, így valamennyi német gyermektánc tanfolyamot elvégezte azért, hogy az itt megszerzett ismereteket hagyomány és kulturálás céljából átadhassa az óvodásoknak. Rendszeresen részt vesz az óvodásokkal a helyi és a vidéki német nemzetiségi rendezvényeken, szem előtt tartva a kisebbségi kultúrák értékeinek megtartását és megőrzését. Aktív résztvevője az egy személy, egy nyelv nevelési programnak, amely egyedülálló vendégben. A Pécsváradi Német Nemzetiségi Orvosok Táborban is készségesen segített, ahol egyéni sokszínű ötleteivel élményekben részesülhettek a tábor is lakói. A Német Kisebbségi Önkormányzat kitüntetését, a Pécsváradi Német Nemzetiségnek díjat a 2006. évben Pro Adriennek adományozza. A díjhoz hagyományainknak megfelelően tárgyutalóként Szabó László szobrászművész alkotását adják ajándékként. Immáron 6 esztendeje, hogy az ifjúsági önkormányzat megkezdte Pécsváradon a működését, és hát elég sok időt telt el azóta. Nagyon sok munkánkat elvett az, hogy eljussunk idáig. Jelenleg elég sok rendszeres programot tudhatunk magunkénak Pécsváradon, mind kulturális téren, mind az ifjúság segítésében. Nemrégiben a Pécsváradi önkormányzattól egy új ifjúsági teret kaptunk. 2 éve rendszeresen az ifjúsági önkormányzat alapja is működik és kiadásra kerül, és számunkra a legnagyobb elismerés mindig az, amikor azt látjuk, hogy egy rendezvényünkön nagyon sok érdeklődő van. De mégis úgy gondoltuk, hogy szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy kik azok a személyek, akik mégis talán a legtöbbet tették Pécsváradi ifjúságáért, és ezáltal a Pécsváradi ifjúsági önkormányzatért is. És ezért 2006-os évben megalapítottuk Pécsváradi ifjúságáért díjat. Idén 2 személynek szeretnénk átadni ezt a díjat, azért, hogy az ő nevük sem merüljön feledésben, hiszen ők még most is ugyan segítik az ifjúságot és az ifjúsági önkormányzatot, de most már talán nem annyira közvetlenül itt Pécsváradon. Pécsváradi ifjúsági önkormányzat Pécsváradi ifjúságai díjat adományoz Fuchs Gábornak, aki az első 4 évben ifjúsági polgármesterként működött közre az ifjúsági önkormányzat életében. Nagyon sokat köszönhetünk neki abban, hogy ifjúsági önkormányzat létrejött, elindult ezen az úton, és idáig jutott, és abban, hogy a környező végigműködő ifjúsági szervezetekkel kapcsolatot tudunk építeni. Pécsváradon az első ifjúsági referens volt, és sokat köszönhetünk neki abban, hogy a Pécsváradi önkormányzattal egy nagyon jó együttműködés alakult ki, abban, hogy finanszírozni tudtuk az ifjúsági önkormányzat működését, tehát pályázatokon tudtunk részt venni, és ezekben nagy segítségünkre volt, illetve a környező települések szervezeteivel kapcsolatot épített ki, és a kapcsolatban.
ünnepi önkormányzati ülésünket most már hagyományosan azzal fejeznék le, hogy a kedves segítőimnek egy-egy szál rózsával megköszönjem meg a munkát, kedves segítőimnek, köszönjem meg a munkájukat. Ez a rózsa, ez szimbólusa, ennél ők sokkal-sokkal többet dolgozni dolgoztak az idáig is. Augusztus 20-án a Szent István szobornál került sor a szokásos koszorúzási ünnepségre, melynek során Zsáli János az ünnepi beszédet követően felszelte az új kenyeret, közreműködött a Pécsváradi Női Kamara Kórus. Kérem, hallgassák meg Pusfékát, a Kodolányi János Általános Iskola tanulóját. Ó, Szent István, dicsértessél! Mint magyarok a szonyának, föláldoztat hazánkat, szentelted koronánkat. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézz mennyből le, a szép magyar népedre, azért is hála ünnepélyes vigassággal mi együtt örvendezünk, szívünkből emlékezünk. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, nézz mennyből le, a szép magyar néped, mikik téged pártfogóknak választottunk szószólóknak, szó Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézz mennyből le, a szép magyar népedre. Thank you.
a haza nem csak föld és hegy, halott hősök, őseink temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy szőröstől, bőröstől, test és lelki mi voltodban. Ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mint a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja, és életed a haza életének egy pillanatja is, írta Márai Sándor üves könyvében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közönség! Szent István király élete a haza életének csak egyetlen pillanata. De mégis milyen pillanat? Az egész nemzet életét és sorsát meghatározta 4 évtizedes uralkodása alatt. Mit is tett ő? Mi az a mű, melyet évről évre megidézünk így augusztus 20-án? Őseink, amikor 1100 éve ideérkeztek hazát, azaz otthont kerestek. Nem mintha eddig nem lett volna nekik. Hazájuk, nemzetségük, otthonuk, saját családjuk volt. Esténként, amikor a nagy család körbeült a sátor közepén robogó tüzet, mindenki tudta, hogy hova tartozik. Összetartoztak családjukban, mert együtt élték az életüket. Összetartoztak, mert egymásért végezték azt, a mai szemmel nézve talán elképzelhetetlenül kemény munkát, amit a vándor nomád életmód jelentett. És összetartoztak nemzetükben, amely a pusztai szomszédokkal vívott harcokban védelmet adott mindannak, amit szerettek. Összetartoztak, mert nap mint nap újra meg kellett tapasztalniuk, csak együtt maradhatnak meg. Aztán eljött a nap, amikor utálágazáshoz érkeztek, és el kellett dönteniük, merre menjenek tovább. Amikor Szent István 1000 évvel ezelőtt jövőnkről határozott, 3 út közül választhatott. Az első út a koppányok és vazgulók útja volt. Ők elzárkozva mindentől, ami új, köröm szakadtukig ragaszkodva a dicső múlthoz, a hétköznapok kihívásait szóra sem érdemesítve éltek. Hogyan is írja Széchenyi? Az emberi gyengeség a múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent és a jövendőt. Ez az út azonban pusztulásba vitt. Ezen a földön így hullott szét a hunok és az avarok birodalma, s meg annyi puszta népé. A második út az orzaló Péterek és Salamonok útja volt. Ők azt hirdették, hogy a múltat el kell felejteni, egyszer s mindenkorra le kell zárni. Szívesen találtak ki új dolgokat, miközben minden baj és probléma megoldását külhomban fogant ötletektől remélték. Ők azután nem állották hűbéres küfejében idegen uralkodók, idegen hadseregeit igénybe venni, honvitársaik letörésére és zsebeik megtömésére. Nem véletlen, hogy uralmuk sosem lehetett, és lehet tartó se hazában. Tisztelt polgártársak! Szent királyunk tudta, egyik út sem járható. Az általa választott út gyökeresen eltért az előző kettőtől. Ő a való élet iránti tisztelettel és nagy gyakorlatérzékkel meglátta, nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereiben szilárdan megkapaszkodva, mindnagy napjait a kor kívánalmaihoz tudja igazítani. Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más, mint egy tintafolt a papíron, áll egy mostanában népszerű regényben. Szívszorító szavak, s egyre gyorsabb ütemben fogyatkozó napjainkra, s a felgyorsuló időre gondolunk, talán hajlamosak vagyunk elfogadni ezt az igazságot. A mai nap, a mai ünnep azonban látványosan rácáfol erre a kijelentésre. Amikor a Szent István művét felépítő embert keressük, egy küzdelmesen eltöltött életet láthatunk magunk előtt, amelyben volt helye nem csak a győzelmeknek, de sok-sok szenvedésnek is. Több véres polgárháború és az ellenséges inváziók elleni harc, családi tragédiák, épülő városok és templomok kísérték útján. A mű, melyet ez az élet létrehozott, áll. 1000 esztendeje áll. Annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, mint a költő mondja, minden baj, háború, pusztulás dacára áll. A művet úgy hívják Magyarország. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István mintául szolgált minden elkövetkező magyar államférfi számára.
Utódai nem hoztak törvényt anélkül, hogy ne hivatkoztak volna a Szent Királyra. Ő jelölte ki számunkra azt az irányt, amelyet leszámítva az idegen hódítások idejét, 1000 esztendeje követünk. A magyar nemzet az ő életművének és a kereszténység felvételének köszönhetően vált azzá, ami ma is európai, magyar nemzetté. Európai lett a magyar állam. Ez azt jelenti, nem válhat szét a jó, az igazságos attól, ami törvényes, és attól, ami hasznos. Az uralkodó a törvényeket alkalmazó hatalma birtokában nem korlátlan kényúr, aki azt tehet, amit akar, hanem a rábízott emberek ügyének előmozdítója, az ország egyetemének szolgálja. A Szent Istváni európai magyar állam azonban magyar volt. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen a saját nemzeti érdekeinket tartotta szem előtt. Tudta ugyanakkor azt is, hogy azokat, akik külországból érkeznek, Magyarországot hazájukkal választják, szívesen kell fogadnunk, hiszen minket erősítenek fegyverükkel, épp úgy, mint két kezük munkájával. Azt mondják, mostanában sok baj van az állammal, és hogy meg kell reformálni. Erről mindannyiunknak, akik valamiképpen az állam alkalmazottaiként szolgáljuk az adófizetőket, van véleményünk. Azt szokták mondani, hogy minden emberi közösségre időről időre ráfér a reformáció, a megújulás. Az István király által létrehozott államszervezet hatalmas változást hozott a nemzet életében, a megyerendszer is sokat változott, mint területében, mint tartalmában, de elhozott minket a mai napig. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar állam képviselői minden időben ilyen elkötelezetten és hatékonyan tudjanak munkálkodni a nemzet javáért, ahogy ezt első királyunk példáján láthatjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más, mint egy tintafolt a papíron. Állítja korunk igazsága. A nevünket bizonnyal nem jegyzi fel a történelem, de az életünknek igenis van értelme. Bár nem az az értelme, hogy ezen a papíron hagyjunk tintafoltot. Ha ugyanis együtt élünk, ha részt veszünk egymás életében, ha itt élünk ebben a városban, igenis nyomot hagyunk magunk után. Nyomot hagyunk gyermekeinkben, unokáinkban, és mindazokban, akik utánunk következnek. Éppen úgy, ahogy őseink is megtették ezt velünk. Nyomot hagyunk azzal, hogy egy korszerű infrastruktúrával rendelkező, otthont adó várost teremtettünk. Nyomot hagyunk azzal, hogy ezt a helyet, ahol ma ünnepelni jöttünk össze, szétfagyott fűtési rendszer, felpuposodott parketta, lerobbant környezet és várbezárás után a millenniumra működő épületegyüttessé varázsoltuk. A hely és városunk történelmi múltjának megfelelően a városnak igen nagy megtiszteltetés volt, hogy a millenniumi zászlót dr. Orbán Viktor akkori miniszterelnök hozta el. Nyomot hagyunk azzal is, hogy 6. éve ez a helyed otthon, az immár augusztus 1-től 20-ig tartó Szent István napi rendezvényeknek. Jó érzés, hogy az elmúlt időszakban műemléképületeink közül az önkormányzat beruházásában, vagy jelentős anyagi hozzájárulásával a váron kívül felújításra került a református parókia, a volt katolikus iskola, a katolikus plébánia, a temető támfala, a katolikus templom, a volt gyógyszertár, az alsóiskola és a könyvtár épülete. Nyomot hagyunk azzal is, hogy az elmúlt években a két ízben elnyert céltámogatás segítségével szinte az egész várost elláttuk csatornahálózattal, a hozzá kapcsolódó korszerű 1000 köbméter per nap teljesítményű szennyvíztelepvel. A szennyvíz beruházással párhuzamosan és egyéb pályázati segítséggel több 10 000 négyzetméter új aszfaltburkolat készült, és több kilométer az ugyanaz épített utak hossza is. Számtalan lakóhelyet, infrastruktúrával ellátott lakóhelyet hoztunk létre. Fiataljaink komfortos, szabadidő eltöltésének érdekében közösségi helyeket alakítottunk ki a művelődési ház előcsarnokában, a volt tűzoltószertárban, és felújítottuk, és korszerű új társalgóval és szociális blokkkal bővítettük a Dombai tavi ifjúsági tábort. 40 év után felújítottuk a művelődési házat, és 10 év után a sportcsarnokot. Nyomot hagyunk azzal is, hogy a legkisebbek otthonaiban
A Vár utcai és a Gesztenyés utcai óvodákban jelentős felújítást végeztünk, és az utóbbit egy korszerű bölcsődei blokkal is bővítettük. A legkisebbek érdekében játszóhelyeket alakítottunk ki Szilágypusztán, a Dombai-tónál, a Könyvtár udvarában, a Szöllő utcában, a Művölődési ház mellett, a társasházak mögötti gesztegyefák alatt, a Kossuth téren és egy új korszerű játszóteret építettünk a Honvéd utcában. Sportolni vágyó fiataljainkat egy többfunkciós sportpályával ajándékoztuk meg. Nyomot hagyunk azzal is, hogy az idősek gondozási központját apartmanokkal és mosókonyhával bővítettük, az udvart vízburkolattal láttuk el. Vendégeink könnyebb tájékozódása érdekében a település teljes területén eligazottő és utcanévtáblákat helyeztünk el. Településünkről vendégeink által kialakított jogbenyomást csak erősítik gondozott közterületeink, várkertünk és temetőink. Nyomot hagyunk azzal is, hogy nagy gondot fordítottunk oktatási intézményeinkben, az iskolákban, az óvodánkban és a zeneiskolánkban folytatott munka szakmai színvonalának emelésére, valamint a gyermekek szabadidős programjainak szervezésére. Kulturális életünk színvonalát és nagyságát a női kamarakórus, a városi és az ifjúsági zenekar, a szaxofon kvartett, a Big Band Egyesület, táncosaink, könnyűzenei együtteseink mutatják. Nyomot hagyunk azzal is, hogy kulturális életünkben örökös mérföldkővé tettük a 2001-es és a 2002-es esztendőt, amikor a Pécsfáli Várszínház, illetve a Falkotótábor elkezdte működését. A már régebb óta működő Fúvos Fesztivál és Leányvásár mellett igen jelentős új esemény városunk életében a Szent György napi városnak, valamint az adventi vasárnapok programja. Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 219 személyes kisbusszal, Mazda mikrobusszal, többfunkciós furgonnal, valamint ügyeleti gépkocsival is gyarapodott. Nyomot hagyunk azzal is, hogy a gondos gazdálkodásnak köszönhetően víz- és szennyvízművünket működtető KFT-nk már egy igen jelentős és korszerű gépparkkal és több 10 millió vagyonnal rendelkezik. Nyomot hagyunk azzal, hogy gyermekeink és lakosságunk egészségének védelme érdekében a napokban avatjuk fel az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházását, a tanuszodát. Reméljük, hogy a jövőben végzett munkánk is nyomot hagy majd a városon és a környéken. A jövő önkormányzatának az egyre nehezedő gazdasági körülmények miatt igen komoly feladata lesz az intézményrendszer hasonló színvonalon történő működtetése és a tervezett beruházások finanszírozása. Kiemelt feladataink közül tartaléklistás Európai Uniós pályázattal rendelkezünk a központi iskola és a Vár utcai óvoda felújítására, elkészítettük a Kossuth-Lajos utcai árokrefedés és parkoló kialakítás beruházását is. A következő ciklus fontos feladata lesz továbbá egy korszerű üdések otthona beruházás előkészítése, és ha azok a várva várt és megígért uniós forintok tényleg jelentős mértékben érkeznek az országba, a kivitelezés esetleges elkezdése. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk környezetünk védelmére, hulladékaink korszerű szállítására és kezelésére, egyáltalán az egészségünk védelmére. Jó érzés, de talán büszkék is lehetünk arra, hogy olyan önkormányzat tagjai voltunk, amely az előbbi eredményeket a lakosság óriási áldozatvállalásával és az önkormányzat takarékos gazdálkodásával tudta megvalósítani. Az előbb említett dolgokat önökkel együtt csináltuk, és azt javaslom, együtt is folytassuk. Legyen ez a mondat a következő időszak elmondata, tehát együtt csináltuk, együtt folytassuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi is akárcsak Szent István részesei vagyunk a nemzet életének, mi is kaptunk egy pillanatnyi időt a sorstól. Használjuk fel tehát aként, hogy használva legyünk nem csak magunknak, de mindazoknak, akik velünk élnek és utánunk jönnek. Magyarnak, így Pécsváradnak születni önmagában még sem nem végzett, sem nem dicsőség, hanem feladat. Minél nagyobb és nehezebb feladat, annál drágább, annál gazdagabb az ajándék. Óriási öröm számunkra, hogy az elmúlt években a város gazdasági és szellemi életében jelentős fejlődést tudtunk elérni. Ez az épített és szellemi örökség a miénk,
melyet senkinek, semmikor nem hagyunk fakítani, netán meghamisítani. Ma augusztus 20-a van, a magyarság nagy ünnepe. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy hagyjon nyomot ezzel a szép nappal egymás életében. Örüljünk egymásnak, szórakozzunk közösen, ünnepelve a Szent Királyt, Pécsváradot és egész Magyarországot. Thank you.
A nap eseményei délután a Szentháromság téren kulturális programmal folytatódtak. Közreműködtek a helyi és környékbeli művészeti együttesek és egy bolgár néptáncsoport. Itt kértünk mikrofon elé a polgármestert, aki egy rövid interjúban értékelte az elmúlt hetek eseményeit. Polgármester úr, augusztus 20-a délutánján vagyunk a téren, egy pohár sör mellett, egy kicsit már lazábban, ha lehet ezt mondani. Túl vagyunk a Szent István napokon, hiszen már csak egy rendezvény van hátra, a Kígyós emlékkör találkozója néhány nap múlva. Most arra kérlek, hogy néhány szóval, néhány mondattal értékeld az elmúlt hetek eseményeit, hogy sikerült az idei Szent István napok. Hát amikor elkezdünk készülni a Szent István napokra, akkor van egy olyan báz, ami... vendégeik, vagy úgy gondolják, hogy hívnak vendéget, azokat is tudják meghívni. És akkor ezen felül még vannak olyan programok, mint amit most is itt a háttérben talán hallunk, hogy behallatszik a zene, hogy egy külföldi együttesek éppen turnézik Magyarországon, vagy éppen Mohácson van. Ők is, vagy a szervezőik szereplési lehetőséget kérnek a Szent István napokon. Talán ez azért is van, mert ennek a rendezvénysorozatnak már elment a híre, nem csak megyébe, országosan is. És ez egy jó érzés, boldogság az ember számára, természetesen nagyon nagy feladat. Azt hiszem, talán nem mondhatjuk azt az elmúlt évek eseményeit figyelve, hogy soha még ennyire gazdag talán nem volt a Szent István napok rendezvénysorozata. Tehát nem volt ennyiféle rendezvény, mint az idén. Hogy sikerült ezt összeválogatni? Hát úgyhogy jó munkatársai vannak az embernek, és ő maga is oda próbál figyelni a rendezvényekre, vagy a szervezésre. Hát augusztus 1-től 20-áig, de egy picit korrigálnak, még 23-án még egy Gulyás Dénes koncert lesz a Művelődési Házban, azt követően a Kígyós Körnek a találkozója jövő szombaton, de hát a Művelődési Ház kollektívája elkezdi szervezni ezt már januártól, februártól, vagy talán már azt is mondhatom, hogy az előző év Szent Istvánnapi programja még be se fejeződik, hiszen akkor már, akik itt vannak, művészek, színházi rendezők, már akkor felvetődik az a gondolat, ők tesznek ajánlatokat, hiszen ők már tudják, hogy mit fognak műsorra tűzni a következő szezonban, és tesznek ajánlatot. És akkor az január-februártól kezd foglalkoztatni bennünket, és az ajánlatokból válogatunk. Hála Isten, most már meg... Ilyen például a Veszprémi Várszínháznak a csapata, Vándorfi László neves rendező képviseli ezt a csapatot, ővele folytatjuk a tárgyalásokat, de most a többször nevet változtatott Körúti Színházzal is nagyon jó kapcsolat alakult ki, ahol a Galambos a rendező, és hozza ide most már, én már másodszor két kiváló darabot, két olyan vígjátékot, amelyet a közönség igen csak szeret. Marad, már házi szerzőnknek is mondhatjuk, de ezt talán nem sértődik meg, Pozsga is volt ezért, hiszen ő rengeteg darabot ír, rengeteg színházban rendez, és egy érdekességet hadd mondjak el, egy bulgár rendező érkezett erre a Szent István napokra és az ő bemutatójára Pécsváradra. Bulgáriában ő viszi színre a Zsolt darabjait, és a Szeretlek fény ősbemutatójára jött el, hogy megnézze az ősbemutatót, hogy esetleg ez a darab is Bulgáriában színre kerülhessen. Az Állami Népi Együttes a Serfőző Sándorral, aki az Állami Épi Együttesnek hosszú ideig volt az igazgatója, alakult ki egy jó kapcsolat. Ő ma az együttes menedzsere, és hát amikor még nem beszéltem a Nyíregyházi Színházról, és a Kalócki Armand filmjelezte másik színházról, tehát ami
hadd mondjam el, hogy például erre az ősbemutatóra a Dengyel Iván, aki a földindulásnak volt az egyik vezérszereplője, a Kautsky Armand érkezett, hogy csak két olyan neves színész mondjak. Itt volt Iglódi István, a Pesti Magyar Színháznak igazgatója, itt volt Téri Tibor, a Pesti Magyar Színháznak az ügyvezető igazgatója. Tehát a szakmából azért krém érkezik ma már ide ezekre a bemutatókra, és hát mi azért egy kisváros, vagyunk 4000 lakos. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyszerű dolog, hogy ilyen kapcsolat tudott kialakulni. És hát ez ma már egy kapcsolati tőke, én azt gondolom, és ezt mindenképpen hasznosítani kell, szeretnénk. Én szeretném hasznosítani ezt a tőkét a jövő időben is, hiszen én azt gondolom, hogy az a baráti, már-már baráti, vagy sok helyi baráti viszony, azért kell, fontos ahhoz, hogy ezek a programok jól menjenek. És még egy dolog nagyon fontos hozzá, és hát erre azt mondom, hogy pécsváriak nagyon jó emberek, a jó embereknek szerencséjük is van, és minden előadás sikerült megtartani. 6. évad ment el úgy, hogy nem maradt el előadás, ehhez azért az égieknek is közük volt, köszönjük nekik is. Hát ha már az időjárásnál tartunk, azért itt egy picit most én korrigálom. Szeretnék lenni. Ez a 3 hét azt hiszem, hogy nem kevés pénzbe került, és elsősorban várospénzére gondolok, hogy nagyjából összegszerűen meg lehet nevezni, hogy ez a Szent István napok a városnak mekkora kiadást jelentett. Hát természetesen tudjuk nagyjából, hiszen itt az előadások, hogy ne beszéljünk, számokat is mondjunk, hiszen ez a korrekt. Volt olyan előadás, amelyik 500.000 forintba került a városnak, de volt olyan például az Állami Népi Együttes, amelyik 900.000 forintba kerül, és hát mindenki tudja a jegyek árát. Tehát közel a rentabilitáshoz van ez az egész rendezvénysorozat, ha a saját munkánkat nem számoljuk. Na most a saját munka az természetesen szükséges hozzá. Én azt gondolom, vannak támogatóink, igaz, ebben az évben. Pályázati pénzek is voltak, ha jól tudom. Természetesen. Nagyon szerényebben kaptunk ebbe az évben már, hiszen a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól 1 millió forintot, de a Baranyi megyei közgyűlés, és nagyon köszönöm, minden nehézség ellenére újra ideadta az 500.000 forintot. A régiós tanácsa már nem vagyok ennyire elégedett, mert 100.000 forinttal bökte ki a szemünket, azért ezt hadd mondjam el, és egy kicsit nagyon is, nem kicsit, ez nagyon fáj nekünk, hogy egy olyan programsorozat, amelyik most már letette a névjegyét, azt hiszem megyébe, országosan is, ennyit érdemelt a régiós tanácstól. Nem tudom, akik ott a döntéshozók, nagyon rosszul döntöttek. De minket ez nem
abban nem elkeserített, de nem tágított el attól, hogy végigcsináljuk ezt a programot. Én azt gondolom, ha szaldót megcsináljuk, majd körülbelül 2 millió forint lesz az, amelyik a város költségvetéséből kellett hozzátenni, hiszen a bevételek azért itt vannak. Ezek a Szent István napokban a Várszínház az egyetlen olyan programsorozat, ahol jegyesek az előadások. És ennek ellenére 5-6-700-800 nézője volt ennek az előadás sorozatnak egy darabonként. Én azt gondolom, hogy a késari lakosság is leteszi azokkal a forintokkal, amikor megveszi egyet a névjeit ahhoz, hogy igenis ezt folytatni kell. Polgármester úr, köszönöm szépen, és hát javaslom, hogy most itt a rendezvénysorozat végén te is fújt ki magad, és hát kocsincsunk most már ezzel a pohár sörrel, ami lassan itt megmelegszik. Kedves nézőket pedig biztatom, hogy hát nézzék velük itt a műsort, és hát tekintsenek bele az itt folyó programokba. Egészségünkre!
Kedves nézőink, ennyi fért mai a szokásosnál hosszabb adásunkba. Reméljük, sikerült valamennyi eseményről tudósítanunk önöknek. Műsorunk az augusztus 20-ai tűzijátékról készült felvételekkel búcsúzik, majd kérem tekintsék meg a Régió TV műsorát. Az est hátralévő részére jó szórakozást, jó pihenést kívánok! A viszontlátásra!